internetszolgáltató cég Budapesten és az agglomerációban rendelkezünk átkötési hálózattal. Ezen kívül foglalkozunk még IP-telefóniával, adatközponti szolgáltatásokkal és wifi technológiák implementálásával. Tudhatjuk, hogy létrehozunk egy magas színvonalú adatközpontot, ahol a saját infrastruktúránk kap helyett hálózati eszközök, illetve szerver infrastruktúra, a maradék, fennmaradó kapacitást pedig a kiemelt ügyfeleknek értékesítjük. A Z-Pass gyártónak a termékeit azért választottuk, mert ár-érték arányában a legjobbnak tűnt a piacon, nagyon magas műszaki tartalommal rendelkezik, és a beszállítóval olyan jó kapcsolatokat ápolunk, hogy gyakorlatilag nem is volt kérdés, hogy honnan vásárolunk egy szekrényeket. A legnagyobb mennyiségben jelenlévő szekrény a szerverek, 80 cm széles, 1 méter mély, 47 unit magas, 1360 kW a teherbírása, elől-hátul két szárnyú, perforált ajtókkal van elkészítve. Azért volt szükséges a két szárnyú ajtó, hogy az ajtó nyitásnál csak 40 cm helyet veszítsünk, ne 80 cm, és azért szükséges a perforáció rá, mert a klíma a üzemanyag hideg folyosóra két sorreg szekrény közé fújja be a hideg levegőt, a perforáción keresztül tudják magukba szívni a szerverek. Hátul a rekkek mögött alakul ki a meleg folyosó, ami aztán egy légkeverés után visszajut a klímákhoz. A helység ápadló rendszerrel rendelkezik. A regszekrényeknek a kábelezése alulról, ápadló alól történik meg. Hagyományos esetben a klíma hideg is innen szokott megérkezni, a mi esetünkben mennyezeti klímák vannak elhelyezve, és a hideg folyosóba fújják be a hideget. A regkek elől-hátul kábelcsatornázottak, függőlegesen egy perforált kábelcsatorna rendszer van beépítve, amihez tépőzárral vagy gyorskötözővel szép rendbe hozzá lehet kötözni a kábeleket. Ez üzemeltetési szempontból nagyon fontos, a kábelek beazonosíthatósága, rendezettsége. Van egy rekkünk, amit menedzsment eszközök tárolására, elhelyezésére használunk, ez a 35 cm mély regszekrény. Ebben kisebb switchek, routerboardok kaptak helyet. Ezen kívül egy speciális egységet szereztünk be hozzá, egy elektromos szerelési anyagok elhelyezésére tervezett C-sínes vagy kalapsínes rendszer. Ez egy 3 unit magas, teljesen zárt doboz, levehető előlappal, amiben biztonsággal meg lehet kötni és lehet üzemeltetni mindenféle elektromos rendszer, illetve olyan gyenge áramú eszközöket, amit C-sínes rögzítésre tervezett a gyár. Hálózati szempontból kiemelt szerepe van a harmadik típusú regszekrénynek, ami szintén egy 35 cm mélységű, falra állított regszekrény, üvegajtós, az optikai kábeleknek a rendezésére szolgál, rendezésére, precselésére szolgál. 47 unit magas, ebben kaptak helyet azok az eszközök, amik az ÉSZ Telekomnak a társzolgáltatói kapcsolatait, hálózati kapcsolatait, illetve hát a saját hálózatát is végződtetik. Itt a Fibrin gyártónak a termékeit használjuk, 1 unitos, illetve 5 unitos 144 szálas kötőkazettákat, illetve ugyanilyen keretbe helyezhető CVDM eszközöket. A mi cégünk elég sok sötét szálas megoldással rendelkezik, gyakorlatilag Budapesten jó néhány bázisállomásunkat optikai sötét szállal kötjük össze. Itt használjuk a CVDM eszközöket, a társszolgáltatói kapcsolatokat pedig épületen belül és épületen kívülről is ebben a regszekrényben fogadjuk. Innen egy jó pár darab nagy kapacitású breakout kábellel állunk át az előbb említett szerverekben elhelyezett routerekhez, illetve hálózati eszközökhez.